Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. A hetedik Spuri Balaton szupermaraton, bár szezonnyitóként robban be az év meglehetősen korai szakaszában, ám idén is létszámcsúcsot hozott. Sokakat vonz még a határon túlról is a balatoni régió, hiszen idén a több mint 200 egyéni futó közül minden harmadik külföldről érkezett. Természetesen nem mindenki vállalja be a négy napra osztott 195,4 kilométert, de a távon párosban vagy 3-4 fős váltóban is lehet osztozkodni. Vállalhatók a napi szakaszok külön-külön is, vagy éppen a maratoni, félmaratoni betétszámok valamelyike. A hetedik Spuri Balaton szupermaraton, mint ahogy minden évben, Siófokról indul, és már az első napon több mint 1500 rajtoltak el Fonyódig, ami 48,2 kilométer lefutását jelentette. Lemaradtam most egy kicsit, hogy vissza kell másznom a többiekre, amúgy 15-en vagyunk. Váltók, páros, két egyéni. Itt lakom Siófokon. Ez a déli part, ezt már sokszor futottam edzésnek. Az északit azt még nem. Az lesz az újdonság. Idén is egy felkészülési edzésnek szánom. Két győzelemem van tavaly meg tavaly előtt, és úgy érzem, hogy ma idén is sikerülni fog a győzelem. Beosztottam az erőmet, sőt még tudtam játszani is egy kicsit, hogy néha kicsit lassabban mentem, utána kicsit gyorsabban, és akkor így sikerült a mai nap. A hetedik Spuri Balaton szupermaraton második napján a futók a Balaton nyugati medencéjét kerülték meg Fonyódtól a Szigligeti Várig. Ez a leghosszabb nap a maga 52,9 kilométerével. Idén először Keszthelytől a táv utolsó 21 kilométerére az Öböl félmaraton betétszám közel 300 futója is elrajtolt a Szigligeti Várdon majdnem legtetején lévő célig. Már régóta kacérkodtál a Balaton szupermaratonnal, most pedig az Öböl félmaraton betétszámát választottad. Miért? Edzésként fogtam fel, meg szerettem volna találkozni azokkal a futóbarátokkal, futóismerősökkel, akikkel lassan, nem is tudom, 4-5 hónapja nem találkoztam. És hogy tetszett maga a félmaraton szakasz? A Szigligeti Várot már sokszor látta az ember távolról. Én azt hittem, hogy lentről a műútról végig futunk fel a várba, ami kb. Kétszer ekkora távolság lett volna, de fel is voltam rá készülve. Tehát én viszonylag jó vagyok hegyen. Így jött össze félmaratoni időre 1:48, nagyon élveztem, nagyon jó volt. Jövőre biztos, hogy talán még hosszabbat fogok futni, mert ugye egyre nő a távolság, meg egyre nő az igény. A hetedik Spuri Balaton szupermaraton harmadik napja újabb indulókat vonzott. A Maratonfüred betétszám több mint 300 résztvevője Badacsony-Tomajból még a szupermaraton mezőnye előtt elrajtolt térben és időben, hiszen számukra 42.195 méter a táv. Míg bő kilométerrel hátrább, negyed órával később, Balacsonyból nekilódul a fél Balaton szupermaraton futóival bővült mezőny, hogy 43,6 kilométer múlva Balatonfüreden érjenek célba. Én az idén leszek 60 éves néhány hét múlva, és a lányok azt gondolták, hogy az ünneplés azzal kezdődik, hogy benevezik a családi váltót ide a szupermaratonra. Hát mindenkinek ilyen ajándékot kívánok! A hetedik Spuri Balaton szupermaraton negyedik napján bezárul a tókör. A futók Balatonfüredről Siófokig tartó 50,7 kilométerrel visszaérnek a négy nappal az előtti rajthelyszínre. A négy nap alatt több mint 40 településen haladtak át, és 195,4 kilométert hagytak maguk mögött. Azért vita mindenki, minden haverom, barátom, futócimborám, akikkel jó ilyenkor találkozni. Egy olyan verseny, ami nem egy napig tart, nem elrohanós, itt vagyunk, találkozunk, le tudunk ülni, beszélgetni, sörözni, jót kocogunk, biztatjuk egymást, ez egy tök frankó verseny, tehát hozzátartozik az embernek az éves programjához. Gratulálunk a beérkezőknek, remek teljesítmény!